2022. december 29-én egy nagyszerű emberrel lett kevesebb a világ. Életének 84. évében elhunyt Varga János. A magyar birkózás legendáját, a nemzet sportolóját, olimpiai kétszeres világ és kétszeres Európa bajnok birkózónkat, nyugalmazott honvéd ezredest 2023. január 24-én a Farkasréti temetőben katonai temetés keretein belül kísérte utolsó útjára a magyar birkózó család. A szertartás során dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, dr. Vladár Sándor a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke és Németh Szilárd a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke is megemlékezett Varga Jánosról. Jani bátyánk hitvallásának köszönhetően számtalan gyönyörű sporttörténeti pillanattal ajándékozta meg szűkebb és tágabb értelemben vett családját, a birkózás szerelmeseit és minden hazájára büszke magyart. Sportolóként, edzőként, versenybíróként, példaképként, a nemzet sportolójaként is fáradhatatlanul az utolsó leheletéig szolgálta a magyar birkózást. A sportág iránti elhivatottsága, alázata és kitartása mindannyiunk számára örök példaként szolgál. A magyar sportnemzet egy kiváló tagjától veszünk ma búcsút. Egy igazi küzdőtől, aki nem csak sportolóként, hanem katonaként is a hazáját szolgálta. Szerette sportága, a birkózás egy életen át elkísérte. A szőnyegen mindent elért, amiről egy élsportoló álmodhat. Olimpiai bajnoki címmel büszkélkedhetett, emellett pedig kétszeres világbajnok, és kétszeres Európa bajnok volt. Az 1963-as világbajnoki döntőjét törött bordával harcolta végig, és így is megnyerte a mérkőzést. Minden alkalommal hatalmas szívvel lépett a szőnyegre. Kivételes egyéniségével és fáradatlan munkájával nagyban hozzájárult a birkózás elismertségéhez és népszerűsítéséhez hazánkban és a nagyvilágban egyaránt. Kivételes embertől búcsúzunk, egy páratlan sportolótól, egy bátor katonától, egy szerető fértől, édesapától, nagyapától. Annak idején egy majdani olimpiai bajnok karrierje, egy félreeső terem, fakeretes, boros, durva szőnyegéről indult. Egy olyan ózsdi, ipartestületi épületből, ahol még tisztálkodni sem lehetett. Ő mégis minden megpróbáltatás ellenére maradt, így derülhetett ki, micsoda Isten áldott a tehetség. Voltak bajnokok, akik az izmaik acélkeménysége jutatott a magasba, mások termetükkel és az eltiporhatatlanságukkal uralkodtak, és persze voltak az elnyűhetetlenek, akik bedarálták a riválisokat. És volt a csodálatos, az egyedi, és utánozhatatlan Varga János, akit idővel a külföldiek neveztek el a birkózás Paganiniének. Varga János sportolói és emberi nagysága mindannyiunk számára példaként szolgál. Fantasztikus sportteljesítménye és pályafutása mellett azon kivételes személyiségek közé tartozott, akiket közvetlenségüknek, nyitottságuknak köszönhetően már az első pillanattól mindenki a szívébe zár. Varga János halála óriási veszteség családja, a birkózó sport és az egész magyar nemzet számára. Szakmai és emberi példája azonban továbbra is iránytűként szolgál számunkra. Megfogadjuk és kifüggesztjük a Kimba Csepeli csarnokában a sikereid titkáról vallott szavaidat. Természetes állandóan támadok, hiszen én birkózni akarok, nem menekülni, maszatolni, kihúzni az időt. Védekezéssel, meneküléssel még senki sem nyert versenyt. Drága Jani bátyánk, ígérjük, hogy rendíthetetlen szellemiségedet és dicső emlékedet megőrizzük, és továbbadjuk a magyar birkózó család fiatal tagjainak. Isten veled, Ramszesz, nyugodj békében!